A Tófalvi híd avatására nagy számban gyűltek össze az etelakiak október 26-án pénteken. A betonhíd megépítésére és átadására 6 esztendőt várt a Tófalvának nevezett falurész, mintegy 800 lakója. Mostantól azonban biztosította kapcsolat a település többi részével. A község életében hatalmas előrelépés az újonnan elkészült híd, fogalmazott beszédében Nagy Attila polgármester, köszönetet mondva a jelenlévő megyei, széki és országos képviselők, akik közreműködtek a híd elkészítéséhez szükséges anyagi források megteremtéséhez. Az ünnepélyes avatáson az előjárók részéről elhangzott, mindig örömmel érkeznek olyan eseményekre, ahol egy befejezett munka gyümölcsét szemrevételezhetik, ahol történik valami, ami egy közösség életét előre lendíti. Az avató ünnepségen Borbély Csaba megyei tanácselnök beszédében a helyhatósági választásokon történt váltás fontosságáról beszélt. Mint mondta, az elmúlt 4 évben kevés dolog valósult meg Zetelakán, és a község nagyon lemaradt, amit igyekeznek pótolni. Itt az előbb, ahogy önökkel kezet fogtam, beszélgettem egy pár szót. Itt volt, aki mondta, nehezményezte, hogy hát jó lett volna, hogy egybe avassuk az aszfaltot is. Én azt mondtam erre, hogy hát jövünk arra is, tehát kétszer tudjunk találkozni. A híd megépítése után a Tófalvi út aszfaltozása következhet, amelynek terveiről, mint kiderült, nemrég egyeztetett Borbély Csaba, Nagy Attila polgármesterrel. Az útszakasz gyakran okoz gondot az ott lakóknak, mert sáros, esős időben nehezen járható, ezért 3,5 kilométert aszfaltoznának le az elkövetkező 2-3 évben. A megyei tanács a költségek felét vállalná, a másik felére pedig a helyi önkormányzat kutatná fel a forrásokat. A hídavatón nem maradt el az ünnepélyes szalagvágás, a beszédek végén pedig Ince Benjamin, katolikus esperes áldotta meg az új létesítményt, majd zárásként a helyi fúvós zenekar fellépését követették figyelemmel az egybegyűltek.